Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Szombathely Ma című közéleti magazinunkat látják, melynek mai adásában három témával foglalkozunk majd részletesebben. Legelőször is egy kis összefoglalóval szolgálunk önöknek arról, hogy milyen színvonalas gálaműsorral is nyitotta meg Szombathely városa a Szent Márton emlékévet. Aztán pedig ellátogatunk, persze csak gondolatban, a Herényiek házába, és utána nézünk annak, hogy milyen programokkal várják az érdeklődőket a közeljövőben. Végezetül meg pedig megpróbálunk néhány hasznos tanáccsal szolgálni azoknak, akik nagyon szeretik a téli sportokat, és a közeljövőben mondjuk akár síelésre vagy szánkózásra adják a fejüket. Érdemes lesz velünk tartani, és akkor, ahogy ígértem, kezdjük azzal a gálaműsorral, amellyel Szombathely városa megnyitotta a Szent Márton emlékévet. Színvonalas, több órán át tartó gálaműsorral nyitották meg az Agóra Művelődési Sportházban a Szent Márton emlékévet. A Vasi megyeszékhely nagyszülöttje pontosan 1700 éve látta meg a napvilágot, és ebből az alkalommal Szombathelyen szinte egymást érik majd a hozzákötődő események. A nyitórendezvényen Puskás Tivadar polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Tisztelettel köszöntök mindenkit a Szent Márton emlékév megnyitó ünnepségén. Szent Márton 1700 évvel ezelőtt 316-ban született Szaváriában. Városunk vezetése évekkel ezelőtt elhatározta, hogy méltóképpen megünnepeljük e nevezetes évfordulót. Felemelő érzés számomra, hogy e jeles ünnepen Szombathely polgármestereként köszönhetem Önöket. Szent Márton példakép. A jó lelkűség, a felebaráti szeretet, a segítés, a szolidaritás, az egyszerűség példaképe. Szent Márton a katolikus egyház első olyan szentje, ki nem vértanúságával, hanem élete példájával szolgált rá arra, hogy szenté avasztott. Az ünnepség közönsége a rendezvény jelentőségéhez méltó, kulturális műsort tekinthetett meg. A Szárnyalás című táncjáték a világ bármelyik pódiumán hatalmas sikert aratott volna. A produkció után Veres András megyés püspök méltatta Szent Márton életét. Azt a nemes fölkérést kaptam, hogy Szent Márton egyházmegyéjének mostani vezetőjeként méltassam Szent Mártont. Szeretném mindjárt előre bocsátani, hogy Szent Márton nem csak az egyházmegyének a védőszentje, hiszen legtöbbször egy-egy település templomának a védőszentje, magának a településnek is védőszentje, tehát ezáltal Szombathelynek is védőszentje, Szent Márton. De már utalásszerűen ma este is elhangzott, Szent Márton Magyarországnak is a védőszentje. Hiszen korabeli följegyzések jelzik, hogy Szent Mártont már állam alapításunkkor, mint az ország védőszentjét tisztelték. A gálaműsor keretében a közönség átfogó képet kapott Szent Márton életének legjelentősebb eseményeiről. Ebben az Ungareszka táncegyüttes, valamint a Paragvári iskola diákai voltak a nézők segítségére. A rendezvényen Hende Csaba országgyűlési képviselő rövid időutazásra invitálta a megjelenteket. Az antik világból itt maradt kövek, emlékek, történetek a múltat mondják el nekünk. A múltba zárt világot, amelyre Európa és benne Pannonia városai épültek. Az embereket, akiknek képletesen a vállán állva messzebbre látható, ha hajlandóak vagyunk igénybe venni a segítségüket. A kultúra európai megközelítését a rómaiaktól tanultuk, akik a hellén világot, a görögség világát tekintették követendő példának a maguk számára. Miközben a tanítvány szerepében tanultak irodalmat, építészetet, művészetet, történetírást, egy vadonatúj kultúrát építettek fel. Őseink a brit szigetektől Litvániáig itt a kontinensen az antik hagyományt követve akartak rómaiak lenni,
és így lettek európaiakká. Miközben mi itt Szombathelyen a római hagyományra figyelünk, amelynek modern Pannóniánkban ez a város az egyik zászlóvivője, közös európai hagyományainkra is figyelünk. Miközben közös európai gyökereinket mutatjuk, a magunk életét is alakítjuk magyarrá és európaivá. A megnyitó ünnepséggel hivatalosan is kezdetét vette a Szent Márton emlékév Szombathelyen. A város programok garmadájával várja majd az érdeklődőket, melyek között a kultúra szinte minden területe képviselteti majd magát. Kedves nézőink, egy jó hírrel folytatjuk a műsort. Aki esetleg lemaradt volna az emlékév bevezető gála műsoráról, az majd megtekintheti itt a Szombathelyi Televízióban, ugyanis többször is műsorunkra tűzzük majd. Viszont már itt köszöntetem a következő vendégünket, mégpedig Szekér Tamás elnök urat, a Herényi Kulturális és Sportegyesület első emberét. Jó estét kívánok! Estét kívánok! Elnök úr, hogyha nem kezdjük rögtön a Herényiek házával, gondolom nem fog megsértődni. Itt velem együtt nézte meg ezt a kis összefoglalót, de ha jól tudom, akkor az önök egyesülete ott a helyszínen is képviseltette magát. Hogyan tetszett önöknek a műsor? Igen. Vezetőségi tagjaink és a nyugdíjas körünkből néhány tag, 14-en voltunk ott. Hát az idősebbek véleményét is hallva nagyon meg voltak elégedve, hiszen magával a műsorral is, meg hát magával a sportházzal is, hiszen nem látták még újonnan, és ez ő nekik nagy élmény volt. Én azt hiszem, hogy nagyon nagy élmény lesz majd az a rendezvénysorozat, programsorozat, amellyel önök várják itt a közeljövőben az érdeklődőket. Vágjunk rögtön a dolgok közepébe, mert hogyha jól látom, akkor itt az elején disznóságokkal kezdik a programokat. Igen. Nem is egyen, hanem rögvest kettővel. Igen, hát holnap után indulunk Rezibe egy kis küldöttséggel, ahol van egy hasonló egyesület, mint a miénk, és ők meghívtak bennünket egy kolbásztöltő fesztiválra, ahol egy csapattal képviseljük, meg egy kis szurkolótábor is megy, hogy egy kis hangot is adjunk, majd meg hát ösztökéljük jobb eredményre a csapatunkat. És egyrészt azért megyünk, mert szeretnénk tapasztalatot szerezni, meg barátságot kötni, meg ismerkedni másokkal, hiszen mindenkitől lehet tanulni, mi nekünk ez az elvünk. És itt az előzőekben beszéltünk róla, hogy azért megyünk, hogy hát ha jövőre már itt Szombathelyen is, itt a civil szervezetek között egy kolbásztöltő versenyt is tudunk rendezni, hiszen az ember a személyes tapasztalatát jobban át tudja adni, mintha csak filmről vagy könyvből olvasná. Az ország legjelentősebb rendezvényei között nagyon sok olyan van, ami a magyaros ételekről szól. Gondolok itt például a Bajai Halászléfőző Fesztiválra, avagy a Békés Csaba és a Gyulai disznótoros kolbásztöltő versenyekre, programokra. Én azt hiszem, hogyha egy ilyen rendezvényben gondolkodnak, akkor ugye a Herényi Virágút mellett esetleg egy olyan rendezvényt is tető alá hozhatnak, akár tető nélkül, amely óriási tömegeket vonzana. Igen, azt gondolom, az ilyen gasztronómiai dolog most egy felfutóba is van, meg az emberek azért valahogy vágynak ilyen kortájt, hogy kiszabaduljanak otthonról, még ha hideg is van, az ízek, az amatok, az illatok, azok vonzák az embereket. És én remélem, hogy mi mindig valamibe törjük a fejünket, itt Herénybe soha nincs monotonitás, ott mindig valamilyen ötlet van, és nem mindent tudunk megvalósítani, de azért igyekszünk, hogy ha nagyon jó ötlet van, meg az a közönség, a nagy közönséggel is találkozik, akkor ezt megvalósítjuk. És ha jól láttam, akkor az első próba az majd egy ilyen szűk körben lesz, ugye? Igen. Egy ilyen maszek disznóvágás, vagy házi hát disznóvágás. Igen, ugye a vezetőség és az egyesületi tagok egy hagyományőrző disznőlést tartanak, hiszen már hiába falusias jellege van Herénynek, családi házas, sajnos már disznót már nem tartanak, még pedig most már az új rendelet szerint lehetne, tehát mindenkinek ugye azért a kényelem az fontosabb, és akkor megvesszük az áruházba a húsunkat, de hát ezt a hagyományt azért nem szeretnénk mi feladni, és vannak még régi böllérektől tanult mesterek, akik segítenek ebbe, és természetesen az egyesületnek egy kis húsos finomságokkal tudunk így hát ellátni.
és a Herényi virágútra készülve már majd az önkéntesek is megkóstolhatják akkor annak idején. Szerintem a Herényi virágútról később mindenképpen beszéljünk majd, viszont hogyha már ön a hagyományokat említette, akkor ugye a magyarság életében nagyon fontos hagyománynak számít a huszársággal, a huszárokkal kapcsolatos hagománykör. Hát igen, az Egyesületünkben ez egy példamutató dolog, hogy az elején mindenkinek volt nagyon sok ötlete. És mi belefutottunk sokszor abba, hogy az ötletet megvalósítottuk, és háta mögött meg nem volt elég kellő támogatottság. És azért aztán egy-két tapasztalat után, negatív tapasztalat után azt mondtuk, hogy az ötleteket úgy fogjuk megvalósítani, az ötletadó is ott van, az ötletgazda. És így vagyunk ezzel a huszár találkozójával is. Bezsák János, aki kertész, de nagyszerű szervező és hagyományőrző, aki Isaszegről származik, és hozta ezt a témát igazából, hogy kellene valami a huszár hagyományok megőrzését ezen a területen, ezen a nyugati vidéken is egy kicsit hát megemlíteni, illetve hát emlékezni rá. És akkor jött az ötlet, hogy hát egy huszár találkozót csináljunk. És már természetesen meghívta a helyi huszárokat is, és az Isaszegről is jönnek, és ez a nagyszerű ember nagyon-nagyon szép kiállítást tervezett, úgyhogy már nagyon folynak a munkálatok, könyvbemutató is lesz, és ami igazából majd meglepetés lesz, a huszár kaják. Huszár ételek, bocsánat, itt a vulgáris kifejezés. De huszár konyhát hoznak az isaszegiek, és hát ha jól emlékszek, valami 16 félét tudnak egyszerre megcsinálni az ők is huszár konyhájukon, úgyhogy hát azt nem mondom, hogy nagy étkezést lehet, de huszár falatokat lehet majd kóstolni, és a részvétel ingyenes. Én azt hiszem, hogy a magyaroknak mindig is jellemző volt, hogy nagyon szeretnek enni, hát akkor most itt lesz majd kolbász, lesz majd igen, huszár ételek, bizonyára nagy tömegeket tudnak megmozgatni ezekkel. Igen, én remélem, hogy azért egy huszár egyenruhába felöltözött emberek lovakkal, azért egy vonzerű gyerekeknek is remélhetőleg. És ugye ez egy két részre kell osztani ezt az egészet, február 2-án kezdődik egy kiállítással és egy könyvbemutatóval, és 5-én lesz a Szombathely főtéren egy kis toborzó, mikor már megjönnek az isaszegiek, és szombaton pedig a Herényiek házába délután, de erről majd kellő időben tájékoztatjuk a hallgatókat és a Szombathely város közönségét is. Ha jól láttam, február 12-én pedig egy előadás lesz, mégpedig egy olyan előadás, amelyet Molnár V. József tart, akit lehet, hogy nem ismernek nagyon sokan, de akik ismerik, azok nagyon szeretik a stílusát, nagyon szeretik azokat a témákat, amelyeket ő feldolgoz. Igen. Hát ezek az előadásnak igazából egy előzménye, hogy az Egyesületünk három évig működtetünk egy Őseink Tudása klubot, ami ugyan nem egy nagy létszámot ölelt föl, de azt gondolom, hogy az emberekben megmozgatta igazából, hogy egy kicsit az őseink iránti tiszteletet, egyrészt megkutatgassunk az őseink nyomába. És ennek kapcsán jutott eszünkbe Molnár V. Józsefnek a meghívása, aki szívesen vállalkozik a nagy útra, pedig már 90-hez közel van. Ugye a témát még nem tudom mondani, de ebből is, mert rábíztuk igazából, és azt mondta, hogy majd gondolkodik, hogy ne olyat mondjon, amit itt a közelben esetleg már mondott, és akik ellátogatnak rá, akkor azok is újat halljanak. De azt gondolom, hogy nagy élmény lesz. Én ebben biztos vagyok, hogy az ő életútját ismerve szerintem olyan bő a tématára, hogy biztos, hogy elő tud egy érdekességet húzni a cilinderéből. Lehetséges, hogy újdonságokat nem fog mondani idősebb Halmosi Zoltán, aki ugye a haladás legendája. Így van. De szerintem ez is egy olyan beszélgetés lesz, amelyikre feltétlenül érdemes elmenni. Elvégre a sport Herényben is mindig nagyon fontos szerepet játszott. Hát ugye ez is egy hosszú távú kapcsolat Zolival, hiszen együtt is dolgoztunk, egy rövid ideig voltam a haladásnál, haladás munkatársa, és akkor is nagyon jó emlékeket őrzök róla, de ugye 1996-ban
35 év után Herénybe is elindult a labdarúgó csapat, ami még most is hát nagyon szépen küzdenek a fiúk, és akkoriban az öreg fiú, akkor már öreg fiú volt, rendszeresen kijártak élménybeszámolókra, de Csergakupát, Varga Egyferi bácsi emlékére Csergakupát rendeztünk több éven keresztül, és akkor az egy akkora élmény volt az ott lévő embereknek, amikor ezek a játékosok anekdotáztak, elmesélték az akkori élményeiket. És most a Szent Márton ünnepségen Zolit elkaptam, hogy mint kitüntetett is, ugye, hogy jöjjön el, de meg a barátság mindig ígérgette, és most erre hát sor fog kerülni. Úgyhogy azt gondolom, aki eljön, ott lehet kérdezni személyesen, ők kifogyhatatlanok anekdotákból. A dologban az a szép, hogy ugye a Herények nem csak füvön szeretnek focizni, hanem az asztal mellett is elvégre. A gonfoci, hála a jó ének, reneszánszát éli. Nem is olyan régen Kocka Tibor alpolgármester úrral voltunk kint a Herények házában, és hát egy hihetetlenül komoly bajnokság kellős közepébe csöppentünk. Így van. Ennek is van egy kis herényi hát előtörténete. Aki most vezeti, Benkő János, ez herényi, ősei Herényből származnak, és hát ránk találtak, és mi nagy szeretettel adtunk helyet ennek, hiszen azt gondolom az én életemben is meghatározó volt a gonfoci, hogy esténként a bátyámmal állandóan kihívtuk egymást, hogy ki fog nyerni, és most a mi korosztályunk újra kezébe vette, ahogy mondják, a sorsát, és megcsinálják a pályákat, és remek hangulatot idéznek, és olyan szenvedéllyel csinálják, hogy azt példamutató, azt hiszem, fiatalnak, öregnek, mindenkinek. Maradjunk egy picit még a sportnál, már csak azért is, mert a Herények háza a kerékpársportnak is, nyugodtan mondhatom azt, centruma. Igen, azt gondolom, olyan széles a palettánk eléggé, és a kerékpározást ugye már az új Herények háza, hiszen egy kerékpáros centrum is, mindig szívén viselte, és kolléganőmnek köszönhetően Nagy Krisztinának, aki szenvedélyes kerékpáros, remek kerékpáros programokat, tavasztól őszig megpróbálunk olyan élménytúrákat szervezni, ahol nem csak a kerékpározás, természetesen az is, de mindig valami élménnyel, vagy valakit meglátogatni, egy őstermelőt, egy sajtost, egy lekvárkészítőt, vagy éppen egy kőszegi eseményt, idegenforgalmi eseményt, és átmegyünk azért a határon túlra is, hogy egy picit tanuljunk abból is, hogy ott hogy közlekednek, milyenek ott a feltételek, és abból mindig valami jó születik. Egy picit visszautalva a polgármester úr látogatására, amikor ott voltunk, én láttam kis táblát, ahol ki volt téve az, hogy milyen programok vannak, mert mint milyen körök, milyen csoportok működnek. Hát bőven tele volt írva az a táblázat. Hát igen, megpróbálunk, amit mondtam, hogyha valaki valamilyen ötlettel elénk jön, mi azt támogatjuk. De őnek is részt kell venni, ez feltétel. És azt gondolom, hogy a nyugdíjas kört, a nótakört, a férfi kör, női kör, ezek olyan tevékeny csoportok, akik hogy mondjam, az Egyesület hétköznapi életében is, főleg ha kiemelhetem egyáltalán a férfi és a női kört, azok tetrekész középkorosztályból vannak, és őrájuk mindig lehet számítani, akár munkába, akár bármilyen feladatba. Ők olyanok, hogy azokra mindig lehet számítani, de ezek a köröket említve nótakör rendszeresen fellépnek rendezvényeinken, és az idősek pedig a tanácsaikkal hát nagyon hozzájárulnak, hogy hogyan menjen tovább az Egyesület. De ha még egy mondatot lehet mondani, most ugye még a kerékpárosok vannak, és a gonfocisok, hogy ezen kívül is baba-mama köreink vagy klubunk is volt, aztán kézműves foglalkozások, azokat próbáljuk újra belendíteni, de ugye ahogy kiesik egy vezéregyéniség egy körből, az egy picit elhal. De nem bánkódunk, mert mindig jön egy újabb. És mi bízunk benne, hogy mindig vannak új ötletek, és mi tártkarokkal válunk mindenkit, aki hát
tenni akar a közösségért. Én azt hiszem, hogy ugye nemrég voltak 20 évesek már, mint az Egyesület, egy nagyon komoly kitüntetésben is részesültek. Annyi tapasztalatot gyűjtöttek, hogy azok, amiket ön most elmondott, tehát mindig van új és újabb, vagy régiek visszatérnek. Lényegében ez egy körforgás, hogyha én jól veszem ki az ön szavaiba. Így van, így van. Azért amikor a 20 évet elértük, hát mi is megdöbbentünk, hogy már 20 éve, és akkor az emlékekbe visszalapoztunk, és olyan jó volt látni egyrészt önmagunkat, az akkori énünket, fizikai képmásunkat, de végignéztük, hogy mennyi és mennyi programot szerveztünk. 20 éve használjuk az önkormányzatnak köszönhetően ingyenesen a Herényiek házát. De azt gondolom, hogy talán méltó gazdaként dolgozunk benne, és ápoljuk, és egy értéket adunk az önkormányzatnak, és reméljük a következő 10 évet is meghosszabbítják. Én azt gondolom, hogy köszönetet kell mondanunk az önkormányzatnak, mert végig támogatták egyesületünk tevékenységét, és azt gondolom, hogy jelenlegi alpolgármester úr, aki képviselünk, ő is teljes mellszélességgel a programjainkat támogatja. Megpróbáltam elnök úrnak feladni a magas labdát, hogy ne én mondjam ki azt, hogy mi volt az a kitüntetés, mert azt hiszem, hogy erre nagyon-nagyon büszkék lehetnek. Hát igen, Szombathelyváros az év civil szervezete díjat nyertünk el, és azt gondolom, hogy büszkék is vagyunk rá, mert azért ebben a 20 év munkája verejtékeben volt, és azt gondolom megérte. Utolsó témaként a végére próbáltam hagyni ugye a legismertebbet, ugye a Herényi virágutat. Azt szokták egy nagyon jó rendezvény után mondani, egy ilyen hagyományos rendezvényről, hogy amikor véget ér a szervezők, rögtön elkezdik szervezni a következő évet. Ez önöknél hogy van, hogy történik? Hát ez is, hát ugye mindig van egy értékelés utána, vezetőség és a közvetlen szükebb stáb, akik segítenek a rendezvény lebonyolításában, összeülünk és összeírjuk a negatív, pozitív tapasztalatokat, és már jövőre hogyan csináljuk. Azért természetesen Vázába elkezdjük már tervezni, de most már kezdtünk a finisébe érni, és ugye előadókat meg kell hívni, lekötni őket, hiszen ez sem egyszerű, meg magát kialakítani a keretet, ami rossz volt, azt elhagyni, ami jó, azt még felturbózni. Hát ez egy akkora rendezvény, amit csak összefogással lehet, tehát az ottani, ott lakókkal együtt lehet, hiszen akkor megindul az egész Herény, akkor füvet vágnak, szépítenek, kerítést festenek, hiszen oda jön 15-20 ezer ember, vagy még több, és hát bemutatkozunk az egész világnak, vagy a fél Magyarországnak. Ezek alapján azt hiszem nyugodtan megígérhetjük azt, hogy az idei Herényi virágút az legalább olyan színvonalas lesz, mint a tavalyi, vagy az előzőek voltak. Hát igen, azt gondolom, hogy nem fognak csalódni, akik eljönnek, úgyhogy most még nem árulunk el azért neveket, de remélem még lesz lehetőségem, hogy erről beszéljek itt. Én láthatatlanban megígértem, hogy biztosan lesz önöknek lehetősége. Elnök úr, én köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk, és megosztotta velünk ezt a sok fontos információt. És köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig nem sokára akkor, tehát olyan jó tanácsokkal próbálunk majd szolgálni, ami a téli sportok szerelmeseinek ebben az időszakban nagyon-nagyon jól jön majd, de egy kis kedvcsinálónak és egy kis témacsinálónak nézzenek meg egy olyan kis összeállítást, amelynek a lényege a téli hangulat.
Folytassuk, kedves nézőink, akkor ezt a téli hangulatot. Már itt köszönhetem a stúdióban Kívés István titkár urat, a Szombathelyi Egyetemi esélyről. Szia, jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is a nézőknek! Engedelmükkel, kedves nézőink, mi maradunk a tegeződésnél. Pár hete, amikor az arénában találkoztunk, tegeződtünk. Azóta azt hiszem, hogy nem vesztünk össze azért, abszolút, hogy magázódunk nem, kellene. Abszolút, Pista, nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a te életedben a sport. Akár atlétikáról van szó, akár triatlonról van szó, kerékpározásról, minden sportágban szinte otthon vagy, de a téli sportok is nagyon-nagyon közel állnak hozzád. Ebben az időszakban ugye hamarosan megérkezik a hó is ide a szomszédba, egyre inkább alkalmasak lesznek a sípályák a síelésre, a szánkópályák a szánkózásra. Miért tartott fontosnak azt, hogy ebben az időszakban is az emberek kimozduljanak otthonról, ne bent játszanak mondjuk a gyerekek a számítógépen, hanem menjenek ki a természetbe, sportoljanak? Hát a sport, mint az élet velejárója, az most ebben a pillanatban nyilván ez a téma. Ha benézünk a garázsunkba, akkor lehet látni, hogy van egy rakás biciklink, van egy rakás síng, vannak hókiütők, vannak mindenfélek, tehát valójában ami ezt a dolgot fölleli, az nálunk föltalálható, ugyanígy az egyetemen is. Remek síszertárunk van, ahol mindenféle olyan dolgok megtalálható, a hallgatóknak tudunk síket kölcsönözni, és a hallgatóink számára is az egyetemen kínáljuk ezt, mint kötelező gyakorlatot is. Most ebből adódóan ez egy hétköznapi része nálunk az oktatásnak, viszont az emberek számára ez egy ilyen ünnepi dolog. Mert azért valljuk be, nem egy olcsó dolog, és nem minden nap jár az ember síelni. Tehát nem nyúl be a ládafiába és veszi elő, hanem ez egy alkalom. Tehát amire az ember kicsit gyűjti a pénzét, és úgy indul el. Tehát ezért fokozottan föl kell rá készülni. Nem lehet csak úgy oda menni, mert 3 nap után olyan izomláza lesz az embernek, hogy nem bírja kihasználni a síbérletét. Tehát amire fölhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy amikor a pénzt kezdi el rá gyűjteni, amikor a felszerelést elkezdi nézegetni és a hangulatát összpontosítja el, akkor kezdjen el testileg is rákészülni a sítáborokra, a síelésre. Sőt, azt is javaslom, hogy egyszer-kétszer látogasson ki csak egy-egy napra ide a közelbe. Még pénzügyileg is jobban megéri, hogy kivenni egy 3 vagy 2 órás jegyet, és azon úgy belekóstolni, kicsit ízlelgetni. Utána jobban esik majd, amikor elmegyek egy hétre, általában egy hétre szoktak az emberek elmenni, vagy egy hosszú hétvégére, de egy ilyen 1-2 órás előtte az is nagyon-nagyon jó. Nagyon örültem neki, amikor itt a emlékmű egyszer csak megjelent a hó, ugye a hóágyút beüzemelték, hú de klassz, aztán jött egyszer csak a télapó szakárázása helyett a tavasznak a beköszönte, hát jó, hogy hóvirágok nem kezdtek el nyílni, jó idő kezdve lenni. Ott volt, azt hiszem. És elment sajnos a hó, pedig itt volt, és nagyon örültem neki. Annak ilyen, hogy atlétaedzőként nem örülök a hónak, de aki a sí szerelmese, annak viszont igen. Tehát imádok én is síelni, amikor van rá módom, akkor ide a közelbe, vagy távolabb, Muraóba szoktunk járni, síelni családilag. Az ottani sípályákat szinte az ember mint a tenyerét ismeri, de hagyj hangsúlyozom, hogy Szombathelyen nagyon sok sí szakértő van. Tehát akik nagyon-nagyon jól síelnek, nagyon szeretnek síelni, és rendszeresen járnak, örömteli dolog, hogy olyan szolgáltatók is vannak, akik ezt nyújtanak segítséget is, tehát lehet sít kölcsönözni is. Van, akinek sajátja van, van, aki kölcsönöz. Hogyha ennél témánál vagyunk egy picit, mert ez egy örökzöld kérdés. Nagyon sok sportmagazinban hallottam, hogy a nézők felteszik ezt a kérdést, hogy mikor érdemes már megvásárolni az embernek saját magának a sífelszerelést, mert ahogy mondtad, nem olcsó dolog, és meddig érdemes mondjuk kölcsönözni, mert az viszont jóval gazdagságosabb lehet, hogyha valaki úgy gondolja, hogy megpróbálom, ugye, mint a pudingot, ha bejön, maradok, hogyha nem, akkor abba hagyom. Ennek 2 oldala van. A sí, mint termék, az egy finom dolog. Jó birtokolni is, az embernek jó a kezébe venni, azt mondom, hogy veszek egy atomikot, veszek egy fölk, veszek egy bármilyen nagyon jó sít, mondom, nekünk otthon nagyon sok van, a gyerekeknek a kisebbi korai megvannak, ha alkalmi vétel van, akkor veszek egyet, mondom, a síszertárban is nagyon sok van. Jó megfogni, egy műszer, egy igazi műalkotás, tehát korunk egyik sláger terméke. Ennek én azt mondom, hogy nem éri meg megvenni. Tehát keveseknek éri meg, mert utána szervizelni kell szakszerűen, ami szintén költség. Lehet otthon is csúszükölni valahogy, de igazándiból, hogyha kiszámolja az ember, akkor éri meg, hogyha kölcsönöz. Mert akkor mindig a legújabb modellt kapja, választhat. Tehát akkor, hogyha egyik évben jó volt neki, tudja az, hogy az lesz a következő évben is általában, tudja ugyanazt kapni. Ha nem volt jó, választhat. De ha vett egyet magának, az már az övé, aztán vagy jó, vagy nem, ő azzal kell menni, és nem nagyon tudja kihasználni. Tehát én azt tudom javasolni, hogy inkább a legelején is kölcsönözzön,
és akkor mindig a legjobbat kapja. Másik olyan kérdés, ami mindenképpen szerintem felmerül a síeléssel kapcsolatban, hogy mennyire veszélyes a síelés. Elég csak mondjuk arra gondolni, hogy Michael Schumacher ugye túlélte az összes futamot, amit a Forma 1-ben végigvezetett, többszörös világbajnok lett, és mégis ugye síterepen szemrett egy olyan balesetet, ami kisfián az életébe került. Hasonlat az érdekes, de a Michael, tehát Schumacher magának köszönhette ezt a dolgot, tehát ő úgy ment ki, hogy ott elkezdett ölöndölni valahol a sípályán kívül. Tehát nem a sí a veszélyes. Uh-huh. A sí egy teljesen normális dolog, hogyha az ember föl van készülve, ezek a sík, hogyha elesik az ember, akkor leold, nem rosszabb, mint bármi más. Ja, az menjen, aki szeret síelni, akinek ez az adrenalinos érzés fontos. Tehát nyilván az ember egy szakadék fölött kifeszítenek egy kötet, és átmegyek fölötte, én nem mennék, mert nem akarok. De aki ezt akarja, az ezzel a kockázattal teszi ezt. Ugyanígy az ember, hogyha 130-al, 140-al, 180-al zúz az autójával, tudja, hogy megbüntethetik, berepülhet az árokba, stb. Stb. Sível lehet menni 30-al, 40-al, 50-nel, aki nagyon-nagyon jó, a 100 fölött megy vele. Minél jobb valaki, annál nagyobb sebesség váltja kínál azt az élményt, amiért az ember síelni szeret. Nem veszélyes, egyáltalán nem veszélyes. Történnek balesetek, de az az érdekes, hogy igazándiból a legrosszabb akkor, amikor lassan csúszik az ember. Tehát valami ott beszélget valakivel, állna éppen a sorba, mert ezek a berendezések úgy vannak kitalálva, hogy egy bizonyos dinamikára old ki a sí. De hogyha csak lassan csúszok, ez a dinamika nincs. Tehát amikor csak csavarodik az embernek a lába, mert nem figyel oda, megáll, hajol le valamiért, ilyenkor következnek be igazándiból azok a balesetek, amikre az emberek mondjuk úgy emlékeznek, hogy az a sínek egy átka. Ha az ember jól síel, föl van készülve, jó pályákon megy, saját tudásának megfelelő sebességgel, akkor alapvetően semmi probléma nincsen. Mi alapján érdemes kiválasztani ezt a pályát, ahol az ember éppenséggel síel, mert gondolom legelőször, amikor egy kezdőnek nem kell elmennie Kitzbühelbe, és ott a fekete, azt hiszem a fekete színű pálya az, amelyik olyan kiló 20 körüli sebességet is lehetővé tesz. Így van. Általában társaságban síelnek az emberek. Itt a társaságban általában mindenkinek van valaki olyan, aki már ért hozzá, tehát az csábítja oda ebbe a dologba. Bízza rá magát valaki arra, akiben bízik, és akkor ezzel meg lehet. Általában úgy vannak a pályák, hogy kék pálya, piros pálya, fekete pálya. A kék pálya az egy ilyen nagyon lankás valami, itt a közelben is van, minden pályán van kék pálya, az egy nagyon egyszerűen kezelhető felvonó van. Belekóstol, azt mondja, tetszik neki, akkor mehet egy kicsit erősebbre. Ugye mindenkinek különböző a vállalkozási kedve, mint a megtakarítások. Nem van kockázatkedvelő ember, meg van, aki kevésbé kockázatkedvelő ember. És hasonlatokat tudsz. És ugye, aki OTP részvényt vesz, az ugye vagy nyer, vagy veszít. De általában azt szokták, hogy bátra ki a szerencse. Én vaddisznó módon szeretek síelni. Tehát azt mondom, hogy amit bír a léc, akkor az hagy menjen. Ez azt feltételezi, hogy a pálya átlátható, nincs köd, viszonylag kevesebben vannak, és akkor lehet zúzni 60, 70, 80, 90-nel. Ez már azért megfelelő síkel, megfelelő hosszúságú, és még az előbb egyébként, hogy kérdezted, hogy vegyen vagy ne vegyen az ember, ha a sít magát kölcsönzi, sícipőt viszont érdemes sajátot venni, mert az viszont ráformálódik az embernek a lábára, azt nem kell cserélgetni. Meg azt karba se kell tartani, az ember egyszer beletalált egy jóba, akkor azt tartani kell, de sít esetleg kölcsönzések az előző gondolathoz hozzátéve. Megpróbálok úgy kérdezni, hogy még véletlenül se csináljak reklámot senkinek, de azért az imént említetted, hogy ti hol szoktatok síelni. Itt a környéken azért akár Szlovéniát nézem, akár Ausztriát nézem, de esetleg távolabb Olaszország, Németország, remek sípályák vannak. Az emberek mi alapján tudnák legjobban kiválasztani azokat a helyeket, ahova mondjuk elmennek, és hogy biztosan ne csalódjanak az ottani körülményekben? Milyen ismérvek alapján kéne választani? Hát a ára a pályáknak az által meghatározza a minőséget. Tehát a legolcsóbb ilyen napi jegyek, itt a közelben 16-18 euróba kerülnek, azok körülbelül azt jelenti, hogy a 2-3 kilométeres pálya, és hát az annak megfelelő szintű szolgáltatás. A legdrágábbak azok 45 euró körül vannak, és ez ha egy napi. Ha hosszabb időre megy az ember, akkor az nyilván akkor több napos bérlet, akkor ez osztódik, kevesebb lesz. 2-3-4 órás bérletek is vannak. Ezek általában követik a pályának a minőségét. Hát a hójelentéseket meg kell nézni, hogy hol milyen a hó, mert
hiába a pályának a kiváló domborzata, a kiváló vonalvezetés, ha nincs hó, akkor nincs hó, akkor tulajdonképpen hiába a drágább vagy olcsóbb. Vannak olyan pályarendszerek, ahol egy-egy bérlettel több száz kilométeres pályát lehet síelni. Azáltal a Franciaország, Svájc a jellemzők ebben a dologban. Minden pálya törekszik arra, hogy rendszerként működjön, azért, hogy ne unja meg az ember, mindenki megtalálja. Ha csoportosan mennek, ott egy olyan tapasztalt vezetővel érdemes menni, aki ott abban a pillanatban már tudja, hogy hová érdemes menni. De akárhová kimegy, nem fog csalódni, az biztos, hogyha jó a hó, akkor akárhol jó a hó. Attól függ, mennyi pénze van, mennyit szán erre a dologra. Egyébként Magyarországon vannak olyan pályák, amelyek gondolom hóágyú segítségével olyan körülményeket tudnak biztosítani, amely mondjuk vetekszik az osztrák pályák körülményeivel? Nem. Hát mi Magyarország nem vagyunk sínagyhatalom, tehát azt azért tudni kell. Amikor én gyerek voltam, ami már jó régen volt, akkor Kékes még abszolút hóbiztosnak számított. Kékes, Mátra Szent István, aztán a Bükkben voltak nagyon-nagyon jó pályák, állandó téli hó, 20-30-40-50-60 centis havak voltak, de az még nem volt raktrakos hó, egyszerűen addig lehetett rajta csúszni, amíg csúsztunk, aztán, hogyha esett hó, mindig esett hó, Kőszegen is, hát rendszeresen lehetett síelni. Itt a Szombathelyen pályán is lehetett síelni. Már hó sem a régi, így van. Hát én ezt akkor vettem észre, hogy 2001-2 környék, hogy nem kellett elmennünk edzőtáborozni az atlétáinkkal. Egyszerűen nem volt olyan stabil mennyiségű hó, és ezt nem lehet pótolni. Tehát a magasság a hóhoz magasság kell. Tehát szint 1000 méter fölötti az a dolog, ahol körülbelül van arra esély, hogy a hóágyúval megtermelt hó az nagyjából ott marad. Nekem még egy nagyon fontos kérdésem van ezzel kapcsolatban, mint laikus, mert megmondom neked őszintén, hogy nagyon-nagyon sok olyan sportág van, amiben járatos vagyok, és nagyon sok sportágot kipróbáltam. A téli sportok közül a szánkózás és a korcsolyázás közel hozzám, viszont a síelés annyira nem. Mikor választ az ember, vagy mi alapján tud választani, amikor a snowboard és a síelés között? Mi a különbség, és kiknek javasolt egyik, kiknek a másik? Hát a snowboard az újdonság. Tehát azt mondja valaki, hogy már a síbe elérte azt a szintet, amit már megkóstolt, és kipróbálja. Ha valakinek van rá sok ideje, akkor azt mondja, hogy hát azt is kipróbáztam, vagy megy, vagy nem megy. Nehezebb egyik, vagy mint a másik? Más. Egy kicsit más. Annyiban más, hogyha ráír az ember az ízére, és azt nézi, hogy jó, akkor jó. Ha nem, amíg rá nem érez, addig a fenekét agyonra veri. Tehát állandóan leül, föláll, ebből áll, amíg nem kapja el a ritmusát. Ha elkapta a ritmusát, akkor nagyjából olyasmi, mint hogy az ember gördeszkázna. Tehát lefelé gördeszkázni nagyjából ugyanaz az érzés. A pályára merőleges vagyok, síve viszont pont egyenesen vagyok. Tehát ilyen kanyarokat ír le az ember egyik érről másik érre, teszi át a snowboardját. Inkább azt mondom, hogy ez is van, aki snowboard fan, van, aki síve fan. Inkább a fiatalabbak kezdenek bele, hogy ne ugyanazt csináljam, mint az apám, ne ugyanazt csináljam, mint a szüleim, kipróbálok valami mást. Ezzel más jelleggel lehet kunsztokat csinálni, vannak hatalmas ugrás lehetőségek. Már a pályák kínálják, a sípályák kínálják a snowboardosoknak is a mellette lévő akadályokat. Én megmondom őszintén a magam részéről, nem szeretem a snowboardos megjelenést a pályákon, mert ha kevés a hó, akkor úgy összekotorják egy helyre, hogy hamar hupni keletkeznek a pályákon, és az a síelő részére nem biztos, hogy jó. De hát ez csak az én szubjektív dolgom, én még sose próbáltam, ez egy picit az én részemről ilyen puffogás, hogyha azt lehet mondani. Pici időnk még van. Beszélgessünk a síelésnek egy másik fajtájáról, mert ugye eddig az alpesi síelésről beszéltünk, viszont az északi országokban óriási hagyományai vannak a sífutásnak. Abban mennyi fantáziát látsz? A sífutás fantasztikus dolog, ezt én olyan 1-2-3-ban volt szerencsém kijárni rendszeresen. Volt egy osztrák idős barátom, és futóversenyek révén találkoztam vele, és ő sífutó edző volt Hartbergben. És vele abban is szerencsém volt, versenyezhettem is az ő segítségével, tehát részt vettem ezekbe az osztrák körversenyekbe. Fantasztikus. Ha a pénz részét nézzük, sokkal olcsóbb, mint az alpesi síelés. Maga a felszerelés is olcsóbb, és ez egy más feeling abból a szempontból, hogy az ember a saját erejéből halad. Föl kicsit a dombra, onnan lecsúszni, tehát egy alpesi sível 40-nel menni, az nem egy nagy kunszt, ellenben sífutó létszel 40-nel zúzni, miután mondjuk 5-tel fölmentem, meghorítottam azt a kis emelkedőt, a másik oldalra lecsúszok, és 40-nel tudok menni, az nagyon-nagyon jó érzés. Tehát más, amikor fölmegy az ember síve fölvonóval, és akkor várom, leakasztok, lecsúszok, 50-60-80-nal, itt ha csak 20-30-40-nel, az is azt érzi, hogy ez a saját erejéből érte el. Tehát nagyon-nagyon jó. Szent Jakob egyébként az a környezeti, itt a környéken az a hely, ahol műhavas.
sífutó pályák vannak, kölcsönözni is lehet, azt is érdemes kipróbálni, és nem igényel olyan magas szintű sítudást, mint az alpesi sí. A nyomok vannak, kiválóan előkészített pályák vannak, kirándulni is érdemes kimenni, megnézni, és az ember ott, ha megpróbálja, akinek ez a futás, aerob mozgások tetszenek, biztos, hogy ez is tetszene neki. Hát én még órákig hallgatnál, de sajnos a műsoridőnk lejárt. Én köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba, és ezt a sok-sok hasznos információt megosztottad velünk. Olyan átéléssel tetted, hogy még nekem is kedvet csináltál a síeléshez. Még egyszer köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk. Kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet itt a Szombathelyi Televízióban. Hamarosan a híradó ismétlése következik majd. Tartsanak továbbra is velünk a viszontlátásra.